A magyar női kézilabda válogatott 13 év után jutott ki ismét az olimpiai játékokra. A csapat már Tokióban van, készülnek a lányok az ötkarikás játékok rajtjára. Stábunk még Siófokon a felkészülés vége felé meglátogatta a győrieket, és megkérdezte őket a felkészülésről és a tokiói esélyekről. Minden hét változó volt. Az első hét az nyilván keményebb volt, az az erőlétről szólt, futás, kondi. Azt gondolom, hogy a mostani héten most már a taktikai dolgok kerültek előtérbe, ugye a meccseken is szerepeltünk. Nyilván voltak hibák, de nagyon bízom benne, hogy Tokióra összeáll a brigád. Azért bőven vannak még addig teendők, hiszen még felkészülési meccset is fogtok majd kint is játszani. Egy kicsit speciális ez az idei év, hiszen alapvetően a felkészülés mindenhol elkezdődik, de ti az olimpiára készültök most. Ugye Győrben el fog kezdődni a felkészülés, ti pedig majd kint lesztek remélhetőleg minél tovább Tokióban. Milyen érzésekkel várod már a győri kezdés? Mennyire van ez benne a fejekben, vagy most elsősorban még az olimpiára koncentrálsz? Nyilván most itt a válogatottban vannak tennivalóink. Nagyon speciális, mert talán így nem is volt még ilyen, hogy olimpiára vagy egy világversenyről megyek majd később a klubhoz. Nagyon várom majd, de nyilván most még tényleg az olimpiai dolgokra fokuszál a csapat, és nagyon bízom benne én is, hogy minél később jövünk majd haza, de várom azt az időszakot is már. Azt már hallottuk a Görbétől, Holnang Zolitól is, hogy azért vannak célok a válogatott előtt, nyilván a minél jobb helytállás, ugye nincs így konkrétan megfogalmazva, de Sracsa Nadin mivel lenne elégedett? Én nagyon szeretném, hogy ne teherként, hanem lehetőségként élje meg a csapat is, meg én is, és elsősorban nagyon szeretnék tovább jutni a csoportból, és onnan, hogyha esetleg tovább jutunk a csoportból, bármi megtörténhet. Az Audiátot öten képviselitek, két edző, három játékos. Nyilván Győrnek büszkeség, hogy azért ott vannak ezek a játékosok, és ott tudtok lenni. Szeretnénk megkérdezni, hogy neked az olimpia önmaga mit jelent? Nekem rengeteg minden. Tehát én el is sírtam magam, amikor selejtezőn is tudtuk, hogy már kijutottunk. Azt gondolom, hogy kiskorom óta mindig néztem a tévébe, és mindig mondtam, hogy nagyon szeretnék ott kint szerepelni, és talán még 100%-ban nem is fogtam fel majd, amikor kint leszünk, de mindenképpen ez egy leírhatatlan érzés, ezt szerintem csak azt tudja, aki tényleg itt van és átéli.